Magyarország 8 legerősebb embere lesz itt, akik egyenként több mint 120 kg nyomnak és legalább 190 cm magasak. Köztük lesztek szerbiai, romániai, szlovákiai származásúak, egy azonban közös bennük mind magyar színekben is versenyeznek. Tavaly nagy sikere volt az udvarhelyiek körében a székely nagydíjnak, de a szeptemberi Szent Mihály napi vásáron is ott voltak és produkcióikkal lenyűgözték a nagy érdeműt. Az szervezőktől megtudtuk, amatőr kategóriát is indítanak, nyolcan biztos versenybe szállnak, igaz, ők könnyebb gyakorlatokat kell végezzenek, mint a profik. Az erős emberek kamiont húznak, kőgolyót emelnek, izlandi keresztet cipelnek, s más hasonló az udvarhelyek által valószínűleg csak ritkán látott erőpróbákat végeznek. Az előbb felsorolt versenyszámok nem nevezhetőek könnyűnek, a kőgolyó például 140 kg nyom a teherautó 7,5 tonnás. A szervezők arra törekednek, hogy minden évben ide hívhassák a magyar kiválóságokat. A tavaly két alkalommal is megszervezésre került. Az első alkalommal az első székely nagydíjról beszélhetünk, ottan a látogatók létszáma elérte a 800 at úgyhogy igen sikeresnek tartottuk. Az azt követő beszédek, az követő kapcsolatok, az azt követő hozzászólások, akár személyesen, akár bizonyos közösségi oldalokon egyértelmű jó tapasztalattal, illetve jó benyomás hagytak a sport sportszerető, és nem csak számára. A színvonalasnak ígérkező sportrendezvényt most is Danás Ádám moderálja, aki maga is jelentős sikereket ért el korábban ezen a téren. A magyarországi erőember tavaly azt mondta, szeretnek itt lenni, ha tehetik, sokszor visszatérnek Székelyföldre. A versenyre a Székelyudvarai tavasza részeként kerül sor szervezője a Magyar Erősember Szövetség és a Székelyudvarai Polgármester Hivatal, karöltve a Fások Sportklubbal.